Köszönöm a szót, elnök úr. Egy dologban talán egyetértünk, hogy nehéz év volt. Azt is mondhatnám az ön szavával élve, hogy borzasztó nehéz év volt, csak az okokban nem értünk egyet. Mindenki tudja, hogy nem csak Magyarország, hanem Európa nehézségeit a háború, illetve arra adott rossz válaszok okozzák. Most egy dolgot azért előjáróban kérdeznék. Milyen érzés nemzeti vagyonról beszélni úgy, hogy ön a privatizációkból lett vagyonos? Milyen érzés a nemzeti vagyonról beszélni úgy, hogy az önök kormányzása idején széthorták a magyar ipar jelentős részét privatizációkon keresztül? Vagy azt is kérdezhetném, milyen érzés egy elkobzott villából beszélni a nemzeti vagyonról, egy olyan család villájából, aki nagyon is sokat tett azért, hogy ez az ország az elmúlt évtizedekben ne legyen a nyertesek oldalán. Most ami a megélhetési kérdéseket illet, egy ilyen időszakban, amikor rendkívüli időszakot élünk, sokak munkájára, sokak összefogására és sokak javaslatára szükség van, de hogyha van politikus, akitől nem szívesen fogadunk el javaslatokat, az ön. És nem csak azért, mert a sajátjaira lövetett, nem csak azért, mert más gondolunk a világról, és nem csak azért, mert 12-szer hirdetett programot akkor, amikor kormányzási lehetősége volt. Láttuk, hogy mi lett belőle. Nem csak ezért, hanem azért, mert világos összehasonlítási lehetőségünk van, hogy milyen az, amikor önök kormányoztak, vagy milyen az, amikor önök kormányoznának, és milyen az, amikor ez az oldal kormányoz. Amikor önök kezelték a válságot, 7%-kal is csökkent a gazdaság. Az elmúlt évben közel 5%-kal nőtt. Amikor önök voltak kormányon, 23 ezer forinttal növelték a minimálbért. Ez a kormány háromszorosára növelte. A maguk kormányzás alatt semmiféle rezsitámogatás nem volt. Mi az önök támadásai ellenére is fenntartjuk. És hogyha a munkahelyekért aggódnak, akkor miért nem volt egy szavuk sem akkor, amikor 12%-os volt a munkanélküliség? Most a harmada. De hogy aktuális dolgokat is mondjak, hogyha esetleg azt mondanák, hogy miért csak a 2010 előtti időszakra hivatkozok. Amikor ástoppokat vezetünk be, akkor miért nem támogatják? Akkor miért mondják az egészre azt, hogy ostobaság? Amikor kamatstoppot hirdetünk, akkor miért nem támogatják? Amikor küzdöttünk a szankciók ellen, amelyek gúzsba kötik az egész európai gazdaságot, akkor miért nem támogatják ezt a küzdelmet? Amikor az energiaár emelkedések 4000 milliárdos plusz terhet jelentenek az egész ország számára, akkor miért nyújtanak be olyan adóemelési módosítókat, amely 3200 milliárdos többlet terhet jelentenének a magyar családoknak? Miért akarják egy ilyen időszakban emelni a társasági adót? És amikor a nyugdíjak ügyét felvetik, akkor miért nem teszik hozzá, hogy maguk nem emeltek számukra, hanem elvettek tőlük? Mi voltunk azok, akik a 13. havit visszaadtuk. A sort azt folytathatnám, csak az az érzésem, tisztelt képviselő úr, hogy önt jobban érdeklik a hazugságok, mint bármilyen tények. Éppen ezért, hogyha már itt vagyunk, akkor szeretnék három kéréssel élni önhöz, mint a baloldal igazi vezetőjéhez. Először is azt szeretném kérni, hogy minden lehetséges eszközzel lépjen fel az ellen, hogy külföldről finanszírozzák a baloldali pártokat. Ha továbbra is milliárd számra kapják az utalásokat, akkor abból nem önálló baloldali politika lesz, hanem zsoldos lét. Azt is kérjük öntől, hogy ne követelje a polgármestereitől, hogy hadakozzanak a kormánnyal. Láttuk, hogy az egyik nap rámordult Karácsony Gergelyre, aki másnapra felborzolta minden politikai tollazatát, és heves hadakozásba kezdett a kormánnyal, olyannyira, hogy még az adókat sem akarja befizetni. Ahelyett, hogy azt nézné, hogy hogyan dolgozhatunk közösen Budapestért, vagy akár más városokért. A harmadik kérésünk az uniós pénzekkel kapcsolatos. Ön bevallotta, hogy idézem, ott voltak, amikor teljesíthetetlennek szánt feltételeket állítottak Magyarországgal szemben. Ezt hogy gondolták? Magyar képviselőként a saját országuk ellen dolgoznak? Kinek jó ez? Arra kérem, ne csinálják. És a végén még azt is mondják, hogy ez a hazafias kötelességük. Tisztelt Gyurcsány úr! Az elmúlt egy évben a baloldal ugyanazt a tőrőmetszett, országellenes politikát folytatta, mint a választás előtt. És mindennek tetejében nem zárták el a külföldi pénzcsapokat, harcászati állásokkal akarják változtatni az önkormányzatokat, és mindent megtettek mindeközben, hogy ne kapjuk meg a nekünk egyébként járó uniós pénzeket. Ez a politika nem lett volna lehetséges akkor, hogyha ön nem ezt akarja. Ez a politika nem lenne lehetséges az ön iránymutatása nélkül. Ezért arra kérem, változtassanak. Hogyha számít az ország biztonsága, vagy a magyarok megélhetése, akkor arra kérem, jöjjön le arról az útról, amelyre összödön felment. Az elején kicsit nehéz lesz,
talán kicsit ismeretlen is, de higgy el, hogy megéri. Ami pedig az árnyék kormányukat illeti, mindenki tudja, hogy valójában ezt önvezeti, és amíg nem változtatnak ezen a politikán, akkor ez az árnyék kormány árnyékban is marad. Azt gondolom, hogy mindenkinek jobb ez így.